Alkotmánybírósághoz fordul a Magyar Autóklub a kötelező biztosításokkal kapcsolatos egyik rendelet miatt. Eszerint ugyanis hiába vezetett valaki évekig balesetmentesen, egyetlen károkozás miatt sokszorosára nőhet a biztosítási díja. Az Autóklub sérelmezi azt is, hogy a rendszer átláthatatlan. Kovács Kázmér ügyvéd volt a ma este vendége. Egy miniszteri döntést gyakorlatilag delegáltak a biztosítókhoz? Szó szerint, ez pedig alkotmányossági aggályokat vet fel, hiszen tulajdonképpen kiüresítette. Ezzel semmi értelme nincs a bónusz-málusz rendeletnek, hogy ezt rögtön igazoljam, hozzáfűzöm azt, hogyha valaki saját maga kárt úgy dönt, hogy az által okozott kárt inkább megfizeti a károsultnak, abban az esetben a bónusz-málusz rendelet rendelkezései és a hétköznapi logika szerint is a továbbiakban ennek nem kellene és nem is hat ki a bónusz-málusz besorolására. De hát ez logikus, de igen, akkor mégis de, hogy jelenik meg adott esetben ez csak annyit jelent, hogy 40 ezer forint helyett nem 170 ezeret fog a jövőben fizetni, hanem 130 ezeret, mert ez a bizonyos többlet, amit a biztosítók részére lehetővé tett a jogszabály, a miniszteri rendelet, álláspontunk szerint alkotmánysértően, az a figyelmen kívül hagyja azt a körülményt, hogy a biztosítónak semmilyen szolgáltatása nem volt. Na de hát ez a logikus és jogilag tökéletesen magyarázható. Tehát egyáltalán hogyan jut a biztosító ne tudomására? Szerkesztő, hát a tudomására juthat, mert ugye a károkozó nem két tudja, hogy miért. Igen, de a károkozó bejelenti, vagy a károsult, vagy mindkettő, bejelenti a biztosító részére, hogy történt egy károkozás. Kiderül, hogy a biztosító erre tekintettel nem több milliót, hanem mondjuk 180 ezer, 200 ezer forintos kárt kellett, hogy térítse, mert egy kisebb összegű következményei jártak. Ilyenkor szintén benne van a törvényi felhatalmazás alapján a miniszteri rendeletben, hogy 45 nap áll rendelkezésére az autósnak arra, hogy döntsön, hogy ő maga inkább kifizeti ezt az összeget a károsultnak, na így jutott a biztosító tudomására, és akkor ő úgy dönt, hogy kifizeti. De arra nem számít, hogy abban az esetben, hogyha ezt kifizeti, azzal csak a bónusz-málusz rendelet szerinti többlethátrányt kell, vagy hátrányt kell elviselnie, hanem majd amikor a biztosítós évforduló sorra kerül, akkor szembesül azzal, hogy az eddigi 40 ezer forintos díja mondjuk a háromszorosára emelkedett. De bocsánat, a bónusz-málusz besorolás az attól függ, hogy balesetet okoztam, attól. Vagy pedig attól, és ez igen, megint csak egy igen, kérdés, attól, hogy mivel a biztosító az, aki érvényesíti igen, ezt, hogy a biztosítónak keletkezette pénzkiadása ezzel kapcsolatban. Hát pontosan ez a probléma, hogy a bónusz-málusz rendelet szempontjából az előbbi, viszont a nem bónusz-málusz rendelet szerinti többlethátrányok szempontjából az utóbbi, tehát hiába fizetem ki a kárt, az a többlethátrány, amit a biztosítók saját maguk alkalmazhatnak, nem mindegyik alkalmazza, és nem is egyformán, de én most azt az esetet hoztam föl, ami egyébként az egyik piacvezető biztosítónak a gyakorlata, miszerint bizony akkor is, hogyha kifizette a kárt, önmagában a károkozás ténye, de ezt fokozhatjuk még ezeket a képtelenségeket, mert hogyha ugyanannak a személynek mondjuk a családban a férjnek a nevén van mind a két autó, a bármilyen okból például ő volt ott, amikor a gépkocsi vásárlása történt, akkor mind a két gépkocsira nézve megnöveli ugyanaz a biztosító a felelősségbiztosítási díját. Akkor már is van még egy gondom, tehát ha én eladom az autómat, akkor nekem megszűnik az arra a kötelező biztosítás, és az új, tulajdonos, így van, az új tulajdonosnak új kötelező biztosítást kell rá kötnie, és ha veszek egy autót, akkor nem bónusz 4-ből indulok, hanem A00-ból indulok, vagy bónusz 10. Attól függ, hogy milyen sorrendben történik az eladás és a vétel. De hogyha véletlenül megvan a másik autóm, hogy megmarad és még veszek mellé egy másikat, akkor biztos, hogy A00-ból indulok. Akkor igen, de, most ez, igen. De a
miért nem a személyhez kötődik akkor a biztosítás, és akkor vihetné magával tovább az ember? Igen, a gépjárműhez kötődik, mert a veszélyes üzemi felelősség, az üzemben tartói felelősség, az üzemben tartó személyhez kötik. A világon létezik ettől eltérő megoldás, de a hazai rendszerben kell nekünk gondolkozni, ez a többségi, ez az úgynevezett veszélyes üzemi jogi megoldás, mert egy többlet felelősséget jelent, ugye az utasoknak a kárát akkor is fizetni kell, ha vétlen volt az autós, de bizonyítatlan az, hogy ki volt az igazi felelős. Egész képten további következmények vannak, a 45 napos döntést úgy kell meghozzuk, arról, hogy kifizetjük-e vagy sem, hogy nem tudjuk, hogy majd egy 3-4 év múlva hogyan fog növekedni a díjunk, nem is tudjuk eldönteni, hogy kifizessük vagy ne fizessük ki a kárt.